tévedtem. Szükséged van egy rigre, de egy ilyen minimalisztikusra inkább. Hogyha szeretnél egy cage-et vagy riget a kamerádra, annélkül, hogy túl sokat költenél rá, hát pontosan erről fogunk ma beszélni, hogy hogyan tudunk egy minimalista kamera rig rendszert felépíteni, ami amúgy nagyon király, egyedi, és még bemutatok hozzá egy nagyon jó külső akkumulátor rendszert, konkrétan a Small Rignek a Master Kitjét és a Core SWX Edge Power Based kombináltam, hogy egy ilyen nagyon király, run and gun-szerű stílusú riget fel tudjunk építeni. Mindenféleképpen nézd meg a videót a végéig, mert egy erős vallomáson kívül olyanokról fogunk beszélni, hogy pontosan milyen eszközöket választottam ki, milyen funkcióik vannak, hogyan használd, építsd fel, és persze az árról is. De először jöjjön az intro. Disclaimer, a Small Rig és a Core SWX elküldte nekem ezeket az eszközöket, de semmilyen beleszólásuk nincsen abba, hogy hogyan mutatom be, akkor látják a videót először, amikor te is. Na de beszéljünk a legfontosabb dologról. Mi a fenének kéne egy cage, és építenél egy riget? És itt, hát, hogy őszinte legyek, nem tudom. Nagyon sokáig azt hittem, hogy ez egy totál overkill, hiszen ha van mondjuk már egy király kamerád, mint az A7S3, mindened megvan, ami kell, még több is. De videósként, amikor azokat a nagyon kis, sima felvételeket el szeretnénk kérni, ugye az azon múlik, hogy milyen tehetségesek vagyunk, mennyire sokat gyakoroltuk az adott mozgásokat. Én úgy gondolom, hogy van ehhez egy alaptudásom, és pont ezért azt mondtam, hogy egy teljesen kidobott pénz az, hogy egy ilyen eszközt vegyünk, csak azért, mert menő a vlogolásban, vagy hogy legyen egy ilyenünk. De egyre többet találtam magam olyan szituációkban, amikor úgy érzem, hogy valami hiányzik, és hátráltatja ezt a kreatív alkotást. És itt érünk a nagy vallomásomra, hogy tévedtem, mert ezekben a szituációkban limitálva éreztem magamat, és pontosan ezekben a helyzetekben kell azt mondani, hogy veszek valamit, mert úgy érzem, hogy ha nem áll rendelkezésemre, akkor nem tudok úgy alkotni. És pontosan így éreztem. Egyre többször szerettem volna mondjuk külső monitort használni, egyre többször szerettem volna, hogy a kamerám konkrétan nehezebb legyen, hogy ne legyenek ilyen kis mozgások benne. Egyre többször volt olyan helyzet, ahol tudtam, hogy gimbalt nem szeretnék használni, és kézi felvételt szeretnék, de örültem, hogyha jobban, stabilabban tudom fogni a kamerámat. Egyre többször volt olyan, hogy olyan szögeket szerettem volna felvenni, ahol mondjuk jó lett volna ilyen aktatáska módba használni, de megint nem gimbollal. Egyre többször volt olyan, hogy oké, már volt nagyon sok aksim, de mégis kellett volna extra aksi, nem akartam cserélgetni folyamatosan dolgokat, plusz még aksi kellett mondjuk az a külső monitornak. A kérdés az, hogy mi az, amivel fel tudod oldani az összes problémádat, hát pontosan egy riggel. De egy rig drágának hangzik, nagynak hangzik, és nagyon bonyolultnak hangzik. Ekkor kezdtem el különböző megoldások után nézni, ami tényleg minden problémámat megoldja, de mégsem kerül nagyon sokba, és nem lesz tőle egy ilyen óriási szettem. Így találtam meg, és döntöttem el, hogy a Small Rignek a Master Kitjét fogom használni, a Core SWX-nek a Power Base Edge-ével. Hadd töltsek egy pillanatot azzal, hogy megmutassam, hogy mennyire durván néz ki az A7S3 ezzel a riggel, mint egy Transformers, de mégis egy olyan egyszerű, kompakt az egész. A legjobb az egészben, hogy én tudom eldönteni, hogy mit szeretnék hozzá csatlakoztatni, és mindezt egy nagyon egyszerű formában. Oké, hadd mutassam meg a részeket külön-külön. Kezdjük a Small Riggel. Miért ne? Először is el kell mondanom, hogy ez a cage, konkrétan az A7S3-hoz lett tervezve, és nagyon jól illeszkedik hozzá, minden gomb elérhető. Maga a csomagolás az nagyon király, nincsenek benne műanyagok, legtöbbször papírt használnak, ami szerintem egy ilyen fontos dolog, hogy megemlítsük, és
óvjuk a környezetet már a csomagolással is. Magában találunk egy HDMI kis csatlakozót, ami nagyon király, de van egy probléma vele, hogy konkrétan, hogyha nincs a HDMI kábel hozzá csatlakoztatva, akkor nem tudjuk egy fix pozícióba rakni, ami csak egyszerűen szívás. De meg kell, hogy említsem, hogy erre azért szükség van, hiszen egy külső monitor annyi sok esetben jön jól, nem beszélve mondjuk a false colorról, és ezekről fognak jönni videóim, hogyha nem vagy feliratkozva, és nem szeretnél lemaradni, akkor nyomj rá a feliratkozás gombra, és a csengőre is. A dobozban kapsz még egy úgynevezett NATO rélt, amivel ilyen quick release gyorsan tudod a felső kezelőt csatlakoztatni, és van rajta nyilván mindenféle lyuk, egynegyedes, háromnyolcadas, kolcsúmánt, úgynevezett ári csatlakozó, és az egészet csak jó a kezedben tartani, minden ki van egyensúlyozva, és hogyha már itt tartunk, annyira bejön nekem a design, a színek, nem csak egy ilyen nagyon király külsőt kölcsönöz neki, hanem bármilyen eszközt, kiegészítőt hozzá tudunk tenni, és amúgy a kécsnek a két oldala is NATO réles, ami még szabadságot ad. Alul egy sima egynegyedes csatlakoztatóval tudjuk becsavarni a kamerát, és van még egy plusz betekerőnk hozzá, ami mágnessel csatlakozik, ami nagyon jó, de itt jön az egyetlen problémám ezzel a kéggel, hogy minden alkalommal, ha használni szeretnénk, be kell csavarozni a kamerát, sokkal jobb lett volna, hogyha valamilyen mondjuk akraszvisszes, vagy valamilyen csatlakoztatót használtak volna, és akkor könnyen tudtuk volna kibevenni a dolgokat. De hát ez van. Beszéljünk az oldal fogóról. Én egy fa dizájnot választottam, szerintem nagyon jól néz ki, de kettő dolgot megbántam, úgyhogy javítanom kellett. Az egyik az, hogy kettő kellene mind a két oldalra, és olyan verziót is lehet választani a Small Rig-nél, amin van egy reg gomb, tehát anélkül, hogy elengedném a handle-t, be tudom nyomni azt, hogy felveszek, vagy befejezem a forgatást, úgyhogy rendeltem is egy ilyet. Így néz ki. Hát a funkciókról tényleg az, hogy annyira jól át van gondolva az oldalán, be tudod állítani, hogy milyen magasságba legyen, négy különböző kis lyukba tehetjük be, és ez alapján állíthatjuk, és amúgy magába a baloldali handle-be van egy Allen key, ami mágnessel csatlakozik, és amikor már rögzítettük, ezzel az Allen key-en még jobban rá tudjuk szorítani. Szimpla és egyszerű. Egy másik dolog még, hogy amúgy van rajta egy kolcsúmán, tehát oda is csatlakoztathatunk mondjuk egy mikrofont. Végezetül összefoglalásként hadd osszak meg néhány tippet, hacket, trükköt erről a rigről, de először még előtte beszéljünk a Powerbase Edge-ről. Szóval mi is ez? Ez egy nagyon ilyen kis nerdy, geekes, tekes dolog, ami egy ilyen Apple-szerű felhasználó élménybe van csomagolva, és ad áramot mindennek, amire csak szükséged van. Maga a doboz is nagyon királyul néz ki, és meg kell adnod, amikor rendeled, hogy milyen kamerával használod, és egy dummy battery-t is kapsz, tehát, hogy abból tudod csatlakoztatni hozzá az eszközhöz. A dobozról még annyit, hogy egy D-tappes adapterrel, töltővel jön, és emlékszel, hogy mondtam, hogy nagyon király funkciók vannak benne? Konkrétan ezek. Lehet teljesen külön használni egy V-mountos külső aksinak is, de az egyedi dizájnjából jön az, hogy a kamera alá tudjuk berögzíteni, és neki van egy ilyen quick release rendszere, az egyedüli, amit változtatnék rajta, hogy ez egy ilyen sajátos csatlakozás, jobb lenne, hogyha arkaszvisszes lenne. Na vissza magára az eszközre, egy 7,4 voltos port csatlakozója van, ami teljesen elegendő minden mostani DSLR vagy pedig MILC fényképezőgépnek az áramellátására. Van még kettő USB port, ami 5 voltos, és kettő 14 voltos, ami ilyen power tap-es output, ahogy angolul mondják, és ezeknek a portoknak köszönhetően tényleg mindenre, amire egy rigen szükséged van, tudod az áram forrását biztosítani. Ahogy a gyártó mondja, ez a svájci bicskája a külső aksi forrás. Nagyon nagy ez az akkumulátor, borzasztó sokáig lehet használni, hogyha mondjuk összehasonlítjuk a belső aksival, 5-ször több ideig ad, biztosít áramforrást, ami egy napos forgatásra bőven elég. Megismétlem, több mint 8 órán át tudjuk használni. A rajta lévő kis LCD kijelző háttérvilágítású mutatja azt, hogy éppen hány százalékon állunk, vagy hogyha standby van, és amikor töltjük, akkor azt mutatja, hogy mennyi idő van, ameddig 100%-ra fel fog
tölteni. Ja, és amúgy bármilyen ilyen V-mountos töltővel tudjuk használni. Van kettő nagyon fontos biztonsági funkciója is. Az egyik, hogy lecsökkenti az aksi kapacitás, hogyha ezt beállítjuk, hogyha utazunk, és pontosan itt van egy hivatalos elvárásnak megfelelően, hogy air compliant, tehát bármilyen repülőgépre felvihetjük magunkkal. Na hát ennyi volt, ez az én álom, run and gun típusú setupom, de mondd el te, hogy hogy tetszik ez neked. És a végére gyűjtöttem néhány pontot, ami segíthet neked abban, hogy eldönts, hogy neked is van-e értelme egy ilyet beszerezned. Egy, hogyha nagyon stabil kézi felvételket, ezt a creamy b-rollos dolgot szeretnéd elérni, hogy legyen még egy kis erőt hozzá, jó fogásod, akkor ez a rig segíteni fog, és nem lesznek ilyen mikro mozgások. Kettő, hogy nagyon sokféleképpen tudod így megfogni a kamerádat két oldalt, felül, de akár rá tudod szerelni mondjuk valamilyen állványra, vagy sliderre, és maga ugye az áramforrás, ez az aksi, megszabadít attól, hogyha amikor mondjuk a kamerádat, a külső monitorodat azon keresztül biztosítod az áramot, biztos, hogy nem fogsz kifogni aksiból, nem kell megállítani a forgatást emiatt. Végezetül, de nem utolsó sorban, annyira testre szabható ez a setup, ezáltal kvázi biztosítod magad a jövőben, vagy a jövőre nézve, hogyha bármit mondjuk szeretnél változtatni rajta. De mondd el a véleményedet, kérlek, a kommentbe oszd meg, hogy mondjuk te használsz riget, vagy miért használnál. Minden link a leírásban van, a like-gomb alatt, amit amúgy benyomhatná, hogyha tetszik ez a videó, de ha nem tetszett, akkor kétszer nyom be. És hogyha ez az első alkalom, amikor találkoztunk, és úgy érzed, hogy értéket adott ez a videó, akkor akár benyomhatnád a feliratkozás gombot és a csengőt is, így nem maradsz le különböző videóimról, amiben ilyen kreátor videós dolgokhoz mutatok be eszközöket, de tippek, trükköket is, mint ahogy itt is, de egy másik formátumban konkrét forgatásokra viszlek el magammal, ahol bemutatom, hogy mi az én kreatív alkotási folyamatom, hogyan vágok, színezek, hangefektezek, úgyhogy ha ezek tetszenek, tudod mi a dolgod, illetve itt ezekre a kártyákra is rákattinthatnál, hidd el, jó neked is, nekem is, és a YouTube algoritmusa is imádja. Köszi, hogy itt voltál, remélem találkozunk a következő videóban. Szia, sziasztok!